Február közepéig kell elfogadnia a közgyűlésnek a város költségvetését. Ahhoz, hogy az idáig tartó, mint egy másfél hónapos időszakban is zavartalan legyen a működés, azaz az önkormányzat beszedhesse bevételeit, fedezhesse kiadásait, átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet fogadott el legutóbbi ülésén az EGRI közgyűlés. Mint Habis László polgármester, az ülést követő sajtótájékoztatón kifejtette, az intézkedések között vannak prioritást élvező területek, ilyen a műszaki tervezés és a projektek szakmai előkészítése. Azt reméljük, hogy a Modern Városok programjában a kormány által biztosított rendkívüli 500 millió forintos felhasználási keretre vonatkozóan a belügyminisztérium jóváhagyását adja, és akkor ezeknek a fejlesztéseknek a tervezése, illetve adott esetben a megvalósítása is elkezdődhet. Ismert, ez utóbbi programba tartozik a vár nagyszabású felújítása, az Egert az M3-as autópályával összekötő út ügye, az intermodális csomópont kialakításának előkészítése, valamint a Nemzeti Úszó és Vízilabda Központ fejlesztése. A tájékoztatón elhangzott, fontos szerep jut a jövőben a gyógyhely fejlesztésnek, ami egyebek között az érsekert sétányainak rendbetételét jelenti. A város a területi operatív program forrásaiból kívánja felújítani a Kossuth utcát, e fejlesztések előkészítésére is lehetőséget teremt az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet.